Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Kör mai műsorunkban. Bemutatkozik a Pannon Big Band, megnézzük a Fangok kiállítást, valamint ezt a Kellő távolság című tárlatot, és belehallgatunk a gyárvárosi templomért létrejött jótékonysági koncertbe. Tartsanak velünk! Sokféle zenekar bemutatkozott már nálunk a Pécsi Körben, de Big Banddel még nem volt dolgunk. Talán azért, mert az elmúlt években nem is volt ilyen együttes a városban. Most a Bormámor Pécs Fesztiválon hallhatta először a közönség Bagi Dániel történész által létrehívott zenekart, a Pannon Big Bandet. Ilyen big band azért jó, mert ugye általában aki, például az zongorista ugye ezt nem tudja, mert az zongorista tud magában is játszani. De a fúvós zenészek azok nagyon ritkán szoktak teljesen egyedül játszani, hanem ugye vagy valamiféle személyes kísérettel, vagy pedig zenekari formában mutatják meg a tehetségüket, és ez önmagában is egy tulajdonképpen egy, hát ahogyan a társadalom tudom, hogy mondanák, hogy ilyen valamiféle ilyen social, hogy is mondjam, ilyen esemény, tehát hogy össze lehet jönni, jól érezzük magunkat, és hogyha jól is szól, akkor ez mindenki számára örömet tud szerezni. Ennek a hosszú története van abból a szempontból, hogy barátommal, Kis Szabolcsal, lassan most már is negyed évszázada jó barátság fűz bennünket össze, és mi már játszottunk együtt Big Bandben, és itt van ennek meg még régebbi történet, hogy a zenekarunknak tagja a Pannon Filharmonikusok igazgatója is Horváth Zsolt, akivel még nagyon-nagyon régen, most már ki sem merem mondani, hogy mikor még a múlt század 80-as éveinek a végén szintén játszottunk együtt egy Big Bandbe, akkor ők még a középiskolások voltak, én meg éppen egyetemre kezdtem járni. Tehát megvan ennek a hagyománya. Most a másik az az, hogy ebben a városban nincsen ilyen. Tehát én megmondom őszintén, egy ekkora városban, egy ekkora egyetemmel, ezt mindig is luxusnak tartottam, hogy máshonnan kell ide hívni ilyen zenekarokat, amikor rendkívül sok tehetséges ember van itt. Gyakorlatilag a Pannon Filharmonikusok fúvós gárdájára alapozva létrehoztunk egy Big Band csapatot. Egy Big Band muzsikánál két dolognak kell megfelelni, kell egy nagyon ütős fúvós kórus, tehát részfúvós, illetve fafúvós kórus, és kell egy ritmus szekció. A szaxofonisták, azok már mondom, változottak, mondom, ott van orvostan hallgató, meg van olyan, aki egyébként régen már zenél több Big Bandben is játszott, de aztán Budapestről visszaköltözött Pécsre. Van középiskolai tanár, hát Kis Szabolcs felesége, kiváló első altosunk Szentrői Zsuzsi, a művészeti szakközépiskolában szaxofontanár például. Aztán itt vagyok én magam, aki ugye történészként dolgozom, de mindig is érdekelt a zeneszerzés, meg a zongorázás, tehát ugye de különböző helyekről verbúválódtunk ilyen módon. Help you met Miss Jones. Someone said I swish you can. Ezek ugye létezői a jazz történeti irodalomnak ugye meglevő számai, a hangszereléseket készítettem el, tehát ugye ezek gyakorlatilag feldolgozások. Ezekben nagyon sokféle, van a legtöbbét egyébként már lassan ugye 70-80 éve nagyon sokan és nagyon sokféle módon feldolgozták, igyekeztünk most egy teljesen új
feldolgozást nyújtani a közönségnek. Aztán vannak egyébként saját számaink is, tehát ugye tegnap, amit előadtunk Szabolcs barátomnak, meg a saját magamnak egy ilyen közös szerzeménye, amit még szintén most lassan a prehisztórikus korban komponált Szabolcsé meg hangszereltem, meg a Soka Hal című szerzemény. Nekem is vannak számaim. Tehát nagyon sokféle zenét szeretnénk játszani. Ezek között mondom, vannak úgynevezett standardek, vagy ilyen örökzöldek, evergreenek, ugye a jazz történetből, illetve vannak modernebb, meg jazz rock, meg funky számok. Egy jó kezdet után végre el kéne kerülni azt, ami ezt a városban mindig előfordul, hogy az érdektelenség miatt szűnjenek meg dolgok, tehát a közömbösség és az érdektelenség miatt. Tehát én annak örülnék, hogyha a város vezetése, meg egyáltalán azok, akik döntési helyzetben vannak, felfigyelnének erre a produkcióra, hogy itt van tényleg tehetséges, hozzáértő emberekből álló zenekar, és amelyik nagyon szívesen vállalna akár a város kulturális életében is szerepet. Chagall és Dali után most Van Gogh a Janus Pannonius Múzeumban a világhírű festőművész grafikáinak másolatait, heliografikáit láthatjuk a Vasvári házban. Már mondhatni hagyomány, hogy Thomas Emmerling a Janus Pannonius Múzeum rendelkezésére bocsátja gyűjteményét, hiszen ő általa láthattuk Pécset Chagall és Dali sokszorosított grafikáit is. Azért, mert hogy sokszorosított grafikáról beszélünk, ezzel nem kell lebecsülni az itt lévő tárgyaknak az értékét, önmagukban is egy korszaknak a relikviái. 1905-ben készültek ezek a nyomatok, és egy különleges technikával készültek, heliografikus technikával. A szóban benne van a fény, és benne van a grafika. Az akkori művészeknek tekintett fotoművészek laborokban készítették ezeket a másolatokat, és nem egyszerűen egy ilyen puszta, mechanikus módszerrel készítették a reprodukciókat, hanem grafikai eszközökkel is még utána kellett rajzolni jó néhány részletnek. Tehát ilyen kettős átételen keresztül művészi alkotásokról beszélhetünk itt is. Van Gogh 50 grafikáját mutatja be a tárlat, illetve tablókon olvashatunk a művész ezen munkáiról és az itt látható másolatok elkészítési technikájáról, azaz a heliográfiáról. Ez egy, azt kell mondjam, hogy eléggé hiteles eljárás. Nagy múzeumok, nagy gyűjtemények sokszor csináltak ilyen másolatokat, és igen, jelentős összegért árulták, ahogy azt említettem. Ezek is így készültek, a Dordrechti Kiállítás Múzeumnak az anyagai. Na most úgy kell elképzelni, hogy vettek egy rézlapot, a rézlapra különböző technikával fölhordtak borított azbeszt és más zselatin anyagot, és ezt hevítették, beleégett hozzá, tapadt erősen a rézlaphoz, és a rávetített eredeti képnek a körvonala alapján későbbiekben rögzült ez a zselatin, majd ezt követően különböző töménységű savfürdőkbe helyezték ezeket a rézlemezeket, és így lehetett aztán egy olyan nyomólemezt kialakítani, amivel sokszorosítani lehetett a grafikát. Fotomechanikai eljárások körébe szokták sorolni ezt a technikát, de mondom, hogy még utána kellett igazítani is rajta. Tehát egy gravőrnek kellett kiegészíteni, élesíteni a képeket. A másolatok 1905-ben készültek, az eredeti grafikák pedig Van Gogh egész munkásságát lefedik. A haláláig, tehát 1890-ig készültek ezek a grafikák. Azt lehet mondani, hogy körülbelül egy ilyen 10 éves időszak volt az, amikor a legtöbb művét készítette Van Gogh,
és hát nagyjából ezt tükrözik. Egy-kettő korábbi is van, tehát pár évvel korábban, 1877 környékétől számíthatjuk ezeknek a grafikáknak a készültét. Tulajdonképpen a színes, látványos nagy festményeket szoktuk általában ismerni. Viszont a grafikák arra adnak lehetőséget, hogy megismerjük a belső világát a művésznek, a mozdulatait, a nem csak az ecset, hanem a színrajz és az egyéb eszközök, ceruzának a vonalvezetését. Tehát itt a legbelsőbb technikát lehet nagyon alaposan tanulmányozni, megfigyelni. Ugyanakkor, aki ismeri Van Gogh életművét, az tudja azt, hogy volt egy korai, meglehetősen sötét színű, sötét tónusokkal operáló időszaka, amit aztán később az impressionistákkal való megismerkedés során lágyított, színesített, ez a festészetében is jelentkezett. A korai, nagyon nagy jelentőségű egyébként vihart keltő alkotásai a paraszti világnak a korábbi idillikus voltát teljesen átalakítva jelent meg. Ez azt jelentette, hogy a szomorúságot, a munkában megfáradt embert ő kezdetektől kezdve folyamatosan ábrázolta nagyon mélyen. Egyfajta lélektani elemzés volt. A saját belső vívódásai, lelki problémái is nyomon követhetők ezeken a képeken. A Feketén-Fehéren című Van Gogh grafikai tárlatot egészen október végéig nézhetjük meg a Vasvári Házban. Új tárlat nyílt itt az M21-es galériában, közösen állított ki a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskolája és a PTE Művészeti Kar doktori iskolája. A Kellő Távolság című tárlatot június 4-ig láthatjuk. Gyakorlatilag majdnem minden műfaj van, tehát látunk itt installációt, van falra festett szöveg, nagyméretű, gigantikus szöveg, vannak videómunkák, van fotóalapú mű, van kiterjesztett festészet, tehát ilyen installatív jellegű festészet, de van teljesen hagyományos vászorra készült festmény is, szóval nagyon-nagyon sokrétű. Jellemző a doktoriskolára, meg úgy általában a kortárs művészetre, globális értelemben is, hogy nagyon nehéz már ezeket a műfajokat úgy értelmezni, hogy festészet, szobrászat, grafika, stb. És Nemes Csaba alakította ki a kurátori koncepcióját ennek a kiállításnak, aminek a lényege végül is nagyon egyszerűen elmondva csak annyi, hogy egy nyitottságot kerestünk a hallgatók tevékenységében, egy olyan nyitottságot, ami érzékenyen reagál arra a világra, ami körülöttük van. A mi hallgatóink között van egy szírművész, a Tarek Arabi, és van egy kolumbiai, a Manuel Contreras, tehát nagyon nehéz lenne pontosan meghatározni ezt az egy témát, amivel mindenki foglalkozik. Én csak úgy mondanám ezt, hogy van bennük egy felelősségérzet azzal a társadalommal vagy világgal kapcsolatban, amiben ők részt vesznek. Iskola vezetője, hogy vállaljam ezt a kiállítást. Én rögtön arra gondoltam, hogy mivel én egy ilyen társadalompolitikai kurzust képviselek itt a művészeti karon, ezért olyan alkotókat választanék elsősorban, akik ebbe a témakörbe illenek, és megkerestem Kicsiny Balást, a
Kansas Egyetemen, és akkor vele együttműködve alakítottuk ki a névsort. Tehát olyan műveket és hallgatókat választottam ki, akik olyan problémákkal foglalkoznak, ami valamilyen módon érinti a társadalmi diskurzusokat. Most egy olyan kiállítást készítettünk, ahol mindenki szerepel, hanem csináltunk egy szűrést, olyan művészeket választottunk be, és olyan műveket, amik egyfajta kritikai attitűddel rendelkeznek. Azt néztük, hogy a térben mi hogyan működik jól, tehát nincs, és nem is van a föltüntetve a nevek, már úgy értem az, hogy ki milyen intézményben tartozik, tehát nem ez volt a cél, hanem egyszerűen egy jó kiállítást összerakni látványban, úgyhogy tulajdonképpen ilyen változatosan szerepelnek a nevek. Közös programokat csinálni, ez szerintem egy jó példa arra, hogy ez működik, és van is ilyen terv, hogy ezt folytatjuk tovább. Legalább 3-4 kiállítást is rendezhetnénk különböző tematikával, különböző hallgatókkal, úgyhogy reméljük, hogy ez a jövő. Jótékonysági koncerttel gyűjtöttek a gyárvárosi templomért. Az Expo Centerben adott esten több neves énekes, köztük Kökény Attila, Buxár Márta vagy Sing Viki is az ügy mellé állt. Kettős cél vezérelt arra, hogy megszervezzem ezt a mai estét. Az első, hogy közösségben legyünk, hogy kilépjünk, ahogy Ferenc pápa is mondja, lépjünk ki a templom falain kívül, mutassuk meg magunkat, hogy mi nem fura lények vagyunk keresztények, hanem igen, ilyen környezetben is tudunk együtt lenni, ünnepelni, jó kedvre derülni. Olyan sok negatív hatás ér bennünket a mai világban, hiszen ha a híradót nézzük, állandóan a rossz dolgok, a terror, a gyilkosság, a betörés, félnek az emberek. Én azt gondolom, hogy tőlünk keresztényektől nem kell félni. Itt vagyunk, közösségben vagyunk, és ez jó dolog közösség is megmutatni, hogy igen, vannak jó emberek is. Jó emberek, akik összetartoznak, összefognak, akár egy jó cél érdekében is. Ez a második cél, amiért ezt az estet összehoztuk, hogy nagyon rossz állapotban van a gyárvárosi templom, statikailag megsüllyedt, illetve egy festésre is rászorult már. Rengeteget segített a pécsi püspökség, segített az önkormányzat, vagy pályázattal akár a kormány, de sajnos ott tartunk, hogy kifogytunk, hiszen legutóbb a vízelvezetést készítettük el, a szennyvízrákötést, a tetőt kicseréltük. Most majd a nyilászárók cseréje történik a püspökség, illetve a kormány segítségével.
de a statikai megerősítést és a festést is szeretnénk elvégezni, az alapot megerősíteni, és hát valamit nekünk is bele kell tenni a munkába, hogy érezze mindenki, hogy az övé is az a templom, meg ez a város is érezze, és remélem érzi is, hogy azért egy zsolnai örökséget hordozó templom, és ott fogadja a város szélén a Pécsre érkező vendégeket, ott megyünk el naponta mellette, tehát büszkék lehetünk erre a templomba, és szépé kell tenni, az értékeinket meg kell őrizni. Közel 150 millió forintra lenne szükség a teljes felújításra. Ez a koncert ezt az összeget nyilván nem tudja produkálni, de a közösségi összefogás első lépése lehet, amiben neves énekesek is segítettek. Kökény Attila, Szing Viki, Kriszta Kinga, Horváth István és Bukszár Márta állt az ügy mellé. Az én lelkemben benne van a jótékonyság, hát én tanár is vagyok, szóval én azt gondolom, hogy ez egy alap, egy keresztény embernek egy alap tulajdonsága a jótékonyság, és jót tesz nekem. Én nagyon szeretném, hogyha a nézőnek is jót tenne a produkcióm, de én nekem nagyon jól esik jótékonykodni. Akkor abban a pillanatban jobbnak érzem magam, mint egyébként. És hát az atyának a gondolatai, a meleg szíve, az érdeklődő személyisége, a művészetekre való nyitottsága, az emberek felé fordulása az nekem olyan példa, hogy én azt szeretném egész életembe követni az ő lelkét és az ő irányítását. Több mint 400-an váltottak támogatói jegyet a koncertre, ami azt jelenti, hogy nem csak a gyárvárosi híveknek fontos a templom sorsa, hanem az egész városnak. A templom az a találkozásnak a helye is. Az iskolából is jönnek át sokszor ünnepelni a gyerekek, a szomszédból hangversenyeket tartunk. Hit és kulturális hely a találkozás helye, ahol nyugodtan meg tudjuk egymástól kérdezni, hogy hogy vagy, ne félj, fogjunk össze. Most pedig lássuk, hova érdemes ellátogatnunk az elkövetkező napokban, ha kulturális kikapcsolódásra vágyunk. Ajánlunk elején nézzük, milyen új tárlatokat nézhetünk meg 12-én délután 17:30-kor nyílik. A Nádor Galériában a PTM művészeti karának idei Fundamenta Amadeus ösztöndíjának kiállítása. Továbbá 16-án délután 5 órától lesznek láthatók Faltis Alexandra versillusztrációi családi kör címmel az AUK-nál a Király utca 9-ben. Nézzük továbbá a zenei felhozatalt a Zen Session 14. felvonásán a Balogh Balázs kvartett lesz a vendég a Szabadkikötőben 11-én. A jazz dominál majd ezen az estén, ugyanis ezzel egy időben a Metronom Jazz Klubban pedig a Nudutment hallhatjuk. A Szabadkikötő 12-én is folytatja a jazz vonalat, amikor is a Miklós, Krispel, Schellander trió áll majd a színpadon. Szintén 12-én a Nappaliban az Immigránc és a Kuba Libre koncertezik majd. 13-án, azaz szombaton a Tititában lesz az Utcazenészek Fesztiválja, ahol sok zenekarral és zenésszel találkozhatunk kizárólag akusztikus megszólalásokban. Ugyanezen estén a Pásztorórával moldvai táncázhatunk a Zsolnai negyedben, a Szabadkikötőben, a Bardo fog koncertezni, a Nappaliban pedig a Clash City Rebels tartja 10. születésnapi zsúrját.
komoly zenei csemege is akad. 15-én este 7-kor a PTE Zeneművészeti Intézet Csajkovszki estjére mehetünk a Liszt Ferenc terembe. A színházi programkínálatban egy újdonság lesz, 12-én és 13-án a Pécsi Nemzeti Színház Kamara színpadán láthatjuk a Radnóti Miklós Színház vendégelőadását, a Párna embert Köles Feri és Pál András főszereplésével. A mozikvászán újra láthatjuk Goldie Hawnt, az Ó anyám című vígjátékban, valamint az új Guy Ritchie filmet. A brit rendező ezúttal Arthur király legendáját dolgozta fel. Ez volt már a Pécsi Kör, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten, és addig is szép napokat!